Talmud Babakám a traktátusának 77-es lapját tanulmányozzuk, és a Talmud a Misnának a végén szereplő passzust értelmezi, amely arról szólt, hogy Rabbi Simon vitatkozik a Tanakámeval, a Misna első bölcsével, az ellopott felajánlott állat, szentének felajánlott állat levágásával kapcsolatban. A Talmud egy kisebb diskurzus után oda jutott, hogy Rabbi Simon arról beszél, hogyha valaki ellopott egy már a szentének felajánlott állatot, akkor abban az esetben, hogyha az egy olyan állat volt, amelyiknek a felajánlására köteles volt az eredeti tulajdonos, akkor annak tulajdonképpen van pénzértéke a tulajdonos számára, hiába van az állat már felajánlva, és ez tulajdonképpen nem az ő tulajdona. Mégis, hogyha az állat elvész, vagy meghal, akkor pótolnia kell, és azért, hogyha azt lopta el a tolvaj, akkor ha levágta, akkor egyrészt a lopásért duplát kell, hogy fizesse, másrészt, hogyha levágta, akkor a négyszeres, ötszörös meg kell, hogy fizesse. Ha viszont olyan állatról van szó, aminek a pótlására nem kötelezett a felajánló, akkor nem kell, hogy a négyszeres, ötszörös megfizesse, mert ez nem a tulajdonosé az az állat, hanem a szenté, és ezért mentesül a négyszeres, ötszörös kártérítés fizetése alól. És ennek kapcsán Talmud föltette ezt a kérdést, hogy maga a vágás, az miért számít itt vágásnak, amikor azt tanultuk, hogy Tvihas Einer Újjeles ma, azt tanultuk, hogy egy olyan vágás, ami nem éri el a célját, magyarul nem éri el a célját, mert például nem válik az állat fogyaszthatóvá a vágás révén, az ilyen vágás az nem is számít vágásnak. Akkor viszont miért kéne, hogy a vágásért járó négyszeres, ötszörös kártérítést fizesse a tolvaj? És erre két magyarázat is volt, Rabbi Yochanan és Lakis. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy az esetünk arról szól, amikor a tolvaj az állatot a szentében levágja, azzal a céllal, hogy a eredeti tulajdonosnak teljesüljön a felajánlása. Zárójel nem tud teljesen teljesülni, mert a vér kilöttyen, és ezért nem tudják fölinteni az oltára, de alapvetően maga a vágás az egy érdemleges vágás lenne így. Ezzel szemben is Lakis azt mondta, hogy az eset nem erről szól, hanem arról, amikor az áldozati állaton már van egy valamilyen makula, valamilyen testi hiba, és így vágja le a szentélyen kívül az állatot, és ebben az esetben a vágás az érdemleges vágás, hiszen egy testi hibás állatról van szó, amit úgyse lehetett volna a szentélyben felajánlani. Most azt fogja megnézni a Talmud, hogy miért mondja az egyik így, és a másik úgy. Mislém Rabbi Yochanan leja már Rabbi Simon és mi laki is több kail, ukmében mesz niszina, filibet mimi. Szóval az, hogy Rabbi Yochanan miért mondja azt, amit mond, miért mondja azt, hogy a Rabbi Simon esete az arról az állatról szól, amelyik egy makulátlan állat, és amelyet a tolvaj a tulajdonos javára próbál levágni a szentében. Hát azért erről beszél Rabbi Yochanan, mert szeretné, hogyha a Rabbi Simon féle mondás az minél kiterjedtebben, ne csak a és Lakis féle testi hibás állatra, hanem a makulátlan állatra is vonatkozzon. Egyetérthető és Lakissal, de ő azzal, amit mond, hozzátesz, és azt mondja, hogy nem csak egy makulás, nem csak egy testhibás állat esetén lehet Rabbi Simon véleményét magyarázni, hanem
egy magulátlan állat esetén is. Tehát ez így világos. Ele és lakis mai tájmelő amarkebi jajhanem. Viszont az nem világos, hogy és lakis miért nem fogadja el ezt a mitrabi jajhanem mond. Miért mondja azt, hogy az eset csak úgy magyarázható, hogyha egy testi hívás állat szentélyen kívüli levágásáról van szó. Miért nem fogadja el, hogy esetleg egy makulátlan állat az eredeti tulajdonos javára levágott makulátlan állat szentélyben való levágásáról beszélünk. Azt mondja erre, amer laht, vahaj, oj maharaj, kol lejhade iszebe mechira, iszebe tficha. Kol lejhade lejszebe mechira, lejszebe tficha. Azt mondja erre, Erés Lakis, hogy azért nem fogadja el azt, amit Rabbi Jöjjhanan mond. Mert a Tórában az az eset, amikor leírja a Tóra, hogy a tolvaja az ellopott állatot levágta vagy eladta, az egy mondatban szerepel, Mózes II. Könyve 21-es fejezet 37-es mondat, és levágta vagy eladta, és ebből ő arra következtet, hogy csak abban az esetben tekinthetjük a levágást levágásnak, ha egy olyan állatot vág le, amelyet amúgy is el is adhatott volna. Most egy olyan áldozati állat, ami nincsen makula, egy makulátlan áldozati állat, az nem eladható. Áldozati állat nem eladható. És ha nem eladható, akkor a levágása sem számít levágásnak. És ezért gondolja azt, hogy a Rabbi Simon féle eset, az csak is egy testi hibás állatról szólhat, mert egy makulátlan állat esetén az állat levágása nem számítana levágásnak, hiszen az eladása sem számítana eladásnak. Ezzel szemben a Béhanan ezzel nem ért egyet, és szerinte az állat levágása az nem csak abban az esetben számít levágásnak, hogyha azt az állatot el is lehetett volna adni. Az illetve már jó, és tulajdonképpen ez a vita közöttük, hogy az állat levágása az csak akkor számít a levágásnak, ha ugyanezt az állatot el is lehetett volna adni. Ez a vitáspont, ezt már másutt is megtaláljuk közöttük. De itt már a méhet, reifa, le dibre, rabbi simain, ahogy tanultuk, egy nem kóser, tehát egy olyan tréfli állat eladásának a kapcsán. Ugye itt a tréfli az azt jelenti, hogy egy olyan állatnak valami olyan betegsége vagy testi hibája van, ami miatt egy éven belül meghalt volna, és ezért hiába egy kóser típusú állatról van szó, de az állat fogyasztása alkalmatlan. És ennek az állatnak az esetéről van szó, amikor ezt az állatot ellopja a tolvaj, és utána eladja. És a kérdés az, hogy Rabbi Simon véleménye szerint ez minek számít ilyenkor? És erre két vélemény van, megint csak Rabbi Jöjjhanan és Reish Lakish. Rabbi Jöjjhanan már hájav, Rabbi Jöjjhanan szerint ez az eladás, és ezért meg kell, hogy fizesse attól olyan 4-szeres, 5-szeres kártérítést. És Lakish már patul, és Lakish szerint viszont az eladás nem számít eladásnak. Rabbi Jöjjhanan már hájav, falgám, de lészvet fika, iszvet mihira. Rabbi Jöjjhanan miért mondja, hogy az eladás, mert ő azt gondolja, hogy a eladás nem csak akkor számít eladásnak, ha ugyanazt az állatot a levágásért, tehát nem csak akkor számít eladásnak, hogyha ugyanazt az állatot érdemlegesen is le lehetett volna vágni. A mi esetünkben nem lehetne érdemlegesen levágni, mert abból nem lenne már semmiképp kóser állat. De ez a Béhenan szerint nem probléma abban a tekintetben, hogy ettől még az eladást érvényes eladásnak tekintetjük. A Béhenan már patúr, Jöjjhanan viszont, vagy és Lakish már patúr, és Lakish azt mondja, hogy az állat az ebben az esetben, ha eladásra került, ez nem számít eladásnak, és ezért nem kell, hogy a tolvaj a 4-szeres, 5-szeres kártérítést megfizesse. Jöjjhanan már hájává feladább, de lészébe tviha, iszébe mechira. Jöjjhanan azt mondja, hogy az eladás érvényes eladásnak számít, és meg kell, hogy fizesse a 4-szeres, 5-szeres. Mert annak ellenére, hogy a levágása nem számítana érvényes levágásnak, ettől még az eladása érvényes eladásnak számít. És Lakish már patul, kivendi lészevet, fiha lészevet, mihira. És Lakish viszont azt mondja, hogy az eladás nem számít eladásnak, mert hogyha nem lehet érdemlegesen levágni, akkor az eladása sem számít eladásnak, úgy, ahogy ezt az előbb mondtuk. Tehát itt ugye akkor vita az,
mivel a Tórában együtt van említve a levágás és az eladás, akkor össze van-e kötve ez a két dolog olyan szinten, hogyha nem megy az eladás, akkor nem számít a levágás sem, vagy hogyha nem megy a levágás, akkor nem számít az eladás sem. Észre Birchanan nem simen benne, aki is. Most a Birchanan, aki szerint a két dolog így nincs összekötve, a következő ellenvetést veti föl, de is Lakisnak. Gannavki lájn mutva hat réfa, umahara, mesálem, tasulom, járba, veham is. Van egy brájt, amelyik úgy szól, hogy valaki ellopott egy kevert állatot, tehát mondjuk egy kecske és egy bárány kevert állatát, és azt levágta. Vagy ellopott egy tréfli állatot, és eladta. akkor mindezekben az esetekben mert sálentes lomjából hamisak kell, hogy fizesse a négyszeres, ötszörös. My love. Ugye miből indulunk ki, hogy ez a brájta, amelyik a tréfli állat a tréfli állat eladásáról beszél, és azt mondja, hogy köteles vagy a tolvaj köteles a négyszeres, ötszörös megfizetésére. Ez kinek a véleménye szerint van ez a brájta? Rabbi Simon véleménye szerint, és Álnoda Áfal Gáb Lészibet Ficha Iszibet Mechira, és mégis azt látjuk, hogy annak ellen, hogy egy tréfli állat levágásával az állatot nem lehet ehetővé tenni, az állat nem lesz kóser. Mégis az eladása eladásnak számít. Tehát Rabbi Elchanan azt mondja, látod, nekem van igazam, ez a brájta az én igazamat bizonyítja. Amelej, loj, erre mit válaszol neki, és Lakis? Nem, ez egy tévedés. Rabbanon, ez a brájta nem Rabbi Simon véleménye szerint van, hanem a bölcsek véleménye szerint. És a bölcsek véleménye szerint én is úgy gondolom, hogy a két dolog nincsen összekötve. És ezért hiába az állatot nem lehetne levágni, és ezzel kóserré tenni, az eladása mégis érvényes eladás. Íra banan, tréfebe mechira, isza, bizviha leisza. Azt mondja erre a Talmud, várjunk csak. Hogyha a bölcsekről van szó, akkor más kérdés merül föl. Itt ugye azokról a bölcsekről van szó, akikkel kapcsolatban azt tanultuk korábban, hogy ugye a 70-es lapnál, hogy nem csak a shita rujal is ma, nem csak a érdemleges levágás, hanem a nem érdemleges levágás is levágásnak számít. Akkor ha viszont így van, tréfümechire isza, bizvichale isza, akkor viszont miért beszél ez a brájta csak a tréfa, a tréfli eladásáról, miért nem beszél annak a levágásáról is? El a májra, bisimon. Akkor mi? Akkor mondjunk annál, hogy a brájta Rabbi Simont követi. Ki lájn betviha isza, bimechira leisza? Akkor viszont fordítva ugyanezt a kérdést fel lehet tenni a brájta másik esetéről, a ki láimról, a kevert állatról. Ott ugye a brájta miért említi csak a levágását? Miért nem említi az eladását? El a tanat viha, huadillen mechira? Miért? Azért, mert csak egyet említ, de valójában el a tanat viha, huadillen mechira? Miért van az, hogy mégsem említi a eladását? Azért, mert úgy van vele, hogy megemlítette a levágást, de valójában ugyanaz a szabály vonatkozik az eladásra. Akkor én magában a námi tanat mechira, huadillen viha? És ugyanígy akkor lehet mondani, hogyha a bölcsekről beszélünk, és a második esetről, ugye a tréfáról, ugyanúgy ők is az eladásról beszéltek, de valójában a levágás is benne van. Tehát ugye akkor mit látunk ebből? De Rabbi Jochanan ellenvetéssel és Lakissal szemben az nem egy érvényes ellenvetés. Mit fog erre mondani Rabbi Jochanan? Rabbi Jochanan amellach haimai. Ia márta bisléma, Rabbi Simon. Ájtan tréfa bechádo, taneki lájn bechádo. Mit fog mondani Rabbi Jochanan? Szerinte továbbra is a brájta mindenképp Rabbi Simon véleményét követi, és ezzel támasztja alá a saját álláspontját. És Rabbi Simon szerint érthető a brájta megfogalmazása. Miért? Mert a brájta két dologról beszél.
beszél ugye a tréfliről, és a beszél a kilájmról, a kevert állatról. A tréflinél megemlíti az eladást, és a kilájmnál pedig megemlíti a levágást. Ele ilyen már tere bonon, nervinú, nisznú, gánov kilájm, tréfot, vachnum, a horam, és lemutás, lemutás, is. Szóval, hogyha a bölcsek szerint menne a brájta, akkor a két dolgot említhetné együtt, és mondhatná azt, hogyha ellopott egy kevert állatot, vagy egy tréflátot, és eladta, vagy levágta, akkor négyszeres, ötszörös kell fizessen. A bölcsek szerint mind a kettő vonatkozik, mind a kettőre. Rabbi Simon szerint a levágásról nem tud beszélni, amikor tréfliről van szó, mert Rabbi Simon szerint shchita she'ein ruvila lishma, a nem érdemleges levágás, az nem számít levágásnak. Ugyanakkor az eladásról tud beszélni, mert az eladás az nincs összekötve ezzel, és attól, amikor a levágás nem érvényes, az eladás érvényes. És ezért említi külön. De hogyha a bölcsek szerint majd nézzük, vagy lenne a brájta, akkor a két dolgot nem választaná külön, hanem együtt említeni a kilájmot és a tréfát, mert mind a kettőnél meg lenne az opció mind az eladásra, mind a levágásra. Most a Talmud magát a kilájm, a kevert állatnak az ügyét nézi, mert ugye most itt abból indulunk ki, vagy ugye a Bright ezt már megemlítette, akkor azt látjuk, hogy a kilájm, a kevert állat lopásánál, levágásánál és eladásánál is ugyanúgy fennáll a kétszeres, illetve négyszeres, ötszörös fizetése. És a Talmud azt kérdezi, kilájm, a kevert állatnál ez fennáll? Szexi? Ugye az eset, amikor a Tóra beszél az esetről, akkor úgy beszél róla, hogy ha valaki ellop, és levág vagy elad egy marhát, vagy egy bárányt. Bárányt, és nem pedig valamilyen kevert állatot, van már rávezze banaáv. Kondoltam, és nem már sze. Én ellen, hogy ez a kilány. És Rav egy másik helyen azt tanította, hogy mindent az van írva, hogy sze, bárány, az azért van hangsúlyozva, hogy ezzel kizárjuk a kevert állatot. Sajni hachad amökra, oly le rábesz a kilájm. Azt mondja, Talmud nem. De itt ugye szerepel a szövegben egy ökröt, vagy egy bárányt. A vagy szó, az egy ribúj, az egy kiterjesztő jellegű szó, ami éppen, hogy magában foglalja, bevonja az obligóba a kevert állatot is. Kol, oly le rábesz, és minden hely, ahol a vagy szó szerepel, az egy kiterjesztő, az obligóba bevonó kifejezés. Hatánya a sőjő, hogy kevesz prátla királyba, hogy ész prátla lévő. Egy másik helyen az áldozati állatoknál azt tanuljuk, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogyha amikor mondja, hogy milyen állatot lehet áldozatként hozni, akkor azt mondja, ökör, vagy bárány, vagy kecske, és a vagy szavakat itt úgy magyarázza egy brájta, a vagy, ami az ökör, vagy a bárány között van, azt prátla királyim, az, hogy kizárja az áldozati állatok sorából a kevert állatot, a vagy kecske pedig kizárja azt, amik nem kevert áll, csak annak néz ki. Tehát akkor azt látom, hogy a vagy szó az éppen, hogy egy kizáró szó, és nem pedig egy bevonó, kiterjesztő szó. Amely Rave, Hachaminyandekra, Rave erre egy nagyon találó választ ad. Azt mondja, mind a két helyen a maga kontextusa az, ami meghatározza, hogy a kifejezés, a vagy kifejezés az egy kiterjesztő, vagy egy kizáró leszűkítő kifejezés. Ha beg a beg négy vagy szívsős, siet egy cikilány binejem, vagy le rábész kilány. Amikor a lopásról van szó, akkor ott ugye mit mond a Tóra, egy marha vagy egy bárány, tekintve, hogy a marhának és a báránynak nem tud közös kevert utódja lenni, ezért a vagy szó az egy bevonó jellegű szó, hogy bevonja a kevertet. Gábrén kocsin, szív, keszefé, ész, de az áldozati állatnál, ahol a vagy szó az a kecske és a bárány között van, és hát, hogyha hajla hajci kilány binnéjem, oly le májtó, és akiknek tudna lenni elvileg kevert utódja, akkor ott a köztük szereplő vagy szó az éppen, hogy kizár. A hallgábi kocsi, nem innen már sajj, hogy keszebb, se én a tőle hajci kilány binnéjem.
Szóval, na jó, de hát az áldozati állatok kapcsán is a mondat folytatásában szerepel a mondat végén az ökör vagy bárány, és az ökör vagy a báránynak nem tud közös utódja lenni, és ott is szerepel a vagy szó. Tehát akkor a vagy az ott a te logikád szerint egy kiterjesztő kifejezés kéne, hogy legyen, egy bevonó kifejezés. Azt mondja a Talmud, bocsánat, nem a mondat végén, nem pont fordítva a mondat elején. A mondat elején szerepel az ökör vagy bárány, és a mondat végén szerepel a bárány vagy kecske. Tehát akkor az ökör vagy bárány, ami a mondat elején szerepel, az akkor egy bevonó jellegű vagy lenne. Szóval a Talmud nem, mi de széfele májétre is, hanem le májét. Szóval mivel a mondat végén a vagy úgy szerepel, mint egy kizáró kifejezés, akkor a mondat elején is úgy kell értelmezni. Szóval a Talmud miért? Hát rába, mi de is le rába, és széfele nem le rába. Pont fordítva, hogy a mondat elején úgy szerepel, mint egy bevonó kifejezés, akkor a mondat végén is bevonó kifejezés. Háj máj, ilyen már te bislém, hanem májét, hogy ez szükség, hogy út te idáfagad, de miért kilájj, mit szükség, hogy májét, nem, mint lidme. Azt mondtam, hogy nem. Mit látok, hogy itt kétszer is szerepel a vagy kifejezés. Szerepel a ökör és a bárány között, és a bárány és a kecske között. Hogyha a vagy, az egy kizáró kifejezés, mint ahogy értelmeztük is, tehát hogy kizárja először a kiláimot, a kevertet, és utána kizárja azt, ami kevertnek néz ki, akkor ez így érthető. Kizártam egyet, azzal még nem zártam ki a másodikat. De amikor ha azt mondanám, hogy ez egy kiterjesztő kifejezés, akkor azt lehetne mondani, hásta kiláim, írbelej, nitmemi baj, akkor nem lenne logikus, hogy két vagyra legyen szükségem. Mert azt mondhatnám, hogy ha egyszer a kiláimot már bevontam az obligóba, akkor pláne, hogy azt, ami csak kiláimnak néz ki, bevonnám az obligóba. És ezért így magyarázzuk azt, hogy itt az oly kifejezés, az valóban az egyik helyen egy kiterjesztő, a másik helyen egy kizáró kifejezés. A mi esetünkben az egy kiterjesztő kifejezés, nem úgy, mint az áldozatoknál, ahogy egy kizáró kifejezés. Mivel nálunk ez egy kiterjesztő kifejezés, ezért a kiláimra is vonatkozik bizony a lopás és eladás és levágás szabálya, és az azzal kapcsolatos büntető tételek szabályai.